utca zenészek Ózd belvárosában. Egy feledhetetlen zenész emléke. Hamisítatlan jazz muzsika. Új helyszín, új előadókkal. Jubileumi őrület a köbön! Két napon keresztül a jazzparádé hangulatában égett Ózd. Idén a szervezők már hetedik alkalommal gondolták úgy, hogy minőségi jazzmuzsikával pezsdítik fel a város életét. A jazz életérzést közvetít, örömzenélés és önkifejezés is egyben. Egy péntek délutáni utcazenéléssel kezdődött az egész. Ózd belvárosában több helyszínen, több formáció népszerűsítette a kétnapos parádét. A járókelők élő zenét hallgathattak helyi zenekarok előadásában, miközben jól megfért egymás mellett a mulatós zene, az ír dallamvilág és a populárisabb műfaj is. Macó József a kezdetektől részt vesz a parádés hangulat megalapozásában. Ezúttal a 20-as, 30-as évek standard jazz örökzöldjeivel örvendeztette meg a járókelőket. Szeretem a jazzzenét is, egyáltalán a zenét, szerintem ezzel minden ember így van. Nagyon-nagyon összehozza az embereket, és nagyon örülök neki, hogy Ózdot ilyen szempontból is megismerheti az ország. Visszatérő rendezvény, szóval csak jót lehet róla mondani. Én a kezdetektől benne vagyok Tamással, így utcazenélés szinten, illetve a megnyitókon szoktam egy kicsit játszani. Én nagyon örülök neki, hogy van ez a lehetőség, meg szerintem mindenki örülhet neki. Csodálatos idő van hozzá, úgyhogy minden optimális ahhoz, hogy jó legyen a rendezvény. A Szixi iskolai zenekara, az Emerald Hill is színesítette az utcazenészek csapatát. Az angol száz kultúrát közvetítő fiatalok ír dallamokat varázsoltak a városközpont szürke paneltömbjei közé. Zenét szerintem folyamatosan népszerűsíteni kell. A manapság, amikor az elektronikus zene kezd térhódítani, ennek örülök, ha látják az emberek, hogy én fiatalok is, mint akikkel én zenélgetek az iskolában, tehát a 15-től 20 éves korosztályig is szeret élő zenét játszani, bármilyen hangszeren, furujától a hegedűn, gitáron keresztül, mindenféle dobokig, úgyhogy ez ezért fontos, hogy a gyerekek lássák, hogy az élő zenének még most is van létjogosultsága. Készültem erre a napra. Tavaly is kint voltam, úgyhogy végigmentem az összes helyszínen, és hallgattam nagy örömömre. Mindenféle zenét szeretek, úgyhogy saját szórakoztatásomra is imádom. A diákok után egy felnőtt csapatnak, a Highland Bastardsnek köszönhetően szárnyaltak tovább az ír népdalok kicsit rokkosabb formában.
A jazzparádé szervezői minden évben szolgálnak valamilyen meglepetéssel. Idén Benkó Sándornak, a Dixieland Muzsika 2015-ben elhunyt jeles képviselőjének szerettek volna emléket állítani. A Benkó Dixieland Band alapítója, zenekarvezetője több alkalommal járt városunkban, és a jazzparádé történetében is örök nyomot hagyott. Relikviák, avagy a Dixieland felejthetetlen csillaga címmel ünnepélyes keretek között nyitották meg a Benkó Sándornak emléket állító kiállítást az Olvasó Kis Galériájában. A tárlat anyagát a Budapesti Benkó Múzeum bocsájtotta az Ózdi Fesztivál szervezőinek rendelkezésére. Személyes tárgyak, oklevelek, elismerések és meg annyi plakát idézte fel a világhírű zenész életét, munkásságát. Természetesen mindez csak töredéke a Dixi tanár úrként is emlegetett Benkó Sándor ránk hagyott szellemi örökségének. A neves klarinétos emlékét a róla elnevezett művészeti alapítvány is őrzi. Kétféle formában fogjuk ezt elindítani. Az egyik a hagyatékának az ápolása, mert egy nagyon komoly tárgyi hagyatékot hagyott hátra. Ennek egyébként első bemutatása az itt történik meg Ózdon. Most nyílt meg ez az emlékkiállítás. A másik terület az pedig a tehetséggondozás. Különböző kategóriákban fogjuk díjazni a tehetséges fiatalokat. Nem csak jazz és Dixieland, hanem komoly zene, pop-rock zene szintén. És próbáljuk őket felkarolni. Benkó Sándor hogyan emlegette Ózdot, az Ózdi Jazz Parádét? Hát nagyon nagy szeretettel és örömmel járt ide-vissza. Ugye hát évente ő egy rendszeres visszatérő vendég volt, ami egy különlegesség volt, hogy a Hooligans-szel közösen lépett fel. Ezt mindig úgy emlegette, mint egy igazi csemege, ami ugye nem gyakori ezen a területen, és tényleg nagyon jó véleménye volt a Jazz Fesztiválról. Az emlékest a színházteremben folytatódott. Az eseményen jelen volt Habsburg György is, aki az alapítvány kuratóriumának egyik tagja, és akihez szintén közel áll a jazz műfaj. A 90-es évek elején hát egy koncerten vettem részt, nekem nagyon tetszett a zene, és hát utána hát vele és hát szorosabb kapcsolatba léptem, nagyon sokat tanultam tőle, és természetesen nagy öröm volt nekem, hát amikor a családtól megkaptam a felkérés, hogy egy eljövendő alapítvány, hát amit most ebben a pillanatban alakul, a Benkó Sándor alapítványal a kuratóriumnak a tagja lennék. Ezt egy fontos dolog, mert hát én is egy ilyen családtól származom, ahol nagyon sok hagyatéka van, hát nagyon sok emléket vannak, és ezt az alapítvány ezzel fogja foglalkozni, de hát szintén támogatást fog adni, hát eljövendő, fiatal, hát nagyon képes zenések, akiknek támogatást fognak kapni az alapítványtól, és hát ebben nagyon szívesen segítem. Aki megszereti a jazzmuzsikát, az egy életre szólóan elkötelezi magát ennek a szenvedélynek. És hogy ennek a zenének immár 7. éve éppen Ózd az egyik hazai fellegvára, nagy részben az innen elszármazott Varga Tibornak köszönhető. Az általa vezetett emlékzenekar igazi zenei utazásra csábította a Dixieland és a jazz műfaj szerelmeseit, s hogy még teljesebb legyen az összhatás, ehhez jött még hozzá Lázár István utánozhatatlan orgánuma. Nincs is igazából zenekar, csak egy ötlet volt, mint annak idején 7 évvel ezelőtt maga a fesztivál. Zenésztársakat, kollégákat, barátokat kerestünk meg, vagy kerestem meg ezzel az elképzeléssel. Ki az, aki szívesen vállalná azt, hogy egy ilyen Benkó Sándor emlékkoncerten részt vegyem?
és én abszolút baráti hozzáállásból és tiszteletből vagyunk most a színpadon. Mondom, nem egy zenekar, nem egy kiforrott produkció, hanem egy ilyen igazi két és fél órás dzsemelés. Rendezvény színvonalához idén is ismert előadó művészek adták a nevüket. A vendégszólisták között volt, aki először lépett fel nálunk. És persze voltak nagy visszatérők is, akik már csak nosztalgiából is szívesen jöttek el ismét a parádéra. És éltünk közben mindig egy kis lelki életet. Imádott enni, új ruhát venni, csak az a nagy baj, hozzá kellett menni. Azóta nem néz rám olyan szendén, ez történtlen lény. Ez történtlen lény. Én imádok Ózdra jönni, imádom ezt a házat. Mi, mint a padodővel már mararéggel játszhatunk itt, amikor még nem is újították fel, pedig annak is már legalább 10 éve, amikor ezt felújították. Csodálatos emlékek kötnek ide, és az Ózdi Jazz Parádéhoz pedig azok az emlékek, amikor ott játszottunk kint. És az egyszerűen olyan elképesztő látvány és olyan elképesztő feeling az a nagy csarnok, hogy azt hiszem volt egy az első alkalom, amikor vagy 200 képet csináltam, és meg voltam érte veszve, és jöttem, mentem fel alá. Hát ez egy nagyon nagyszerű hangulatot kölcsönöz magának a Jazz Parádénak, mert hogy teljesen egyedi, csodálatos helyszín. Az ember, ahol sokszor volt és jó emlékei vannak, oda nagyon jó érzéssel tér vissza. Hát utoljára még a Benko Dixilender, Benko Sándorral voltam itt, és akkor is nagyon szeretettel, nagyon nagy szeretettel fogadta a közönség a produkciót. Öröm nekünk ide visszatérni, mindig öröm. A műfaj nagy öregjei mellett a fiatalabb generáció is képviseltette magát. Göbölös Krisztina már 4. alkalommal lépett fel az Ózdi Jazz Parádén, ezúttal néhány Ella Fitzgerald dallal érkezett. Van a jazznek egy kötöttsége, de mégis egy rettenetesen szabad valami, tehát hogy is fogalmazzak. Nagyon sok mindent bele lehet tenni saját magunkból, és ezt nagyon szeretem benne. Moravszky Enikő nevesen volt ismeretlen az ózdi közönség számára. A fiatal énekesnő több magyarországi és nemzetközi énekversenyen nyert első díjat, és kedves emlékek fűzik városunkhoz is. Nekem ugye ez az egész jazz műfaj úgy kezdődött az életemben, hogy Varga Tibor, ugye mentorom és egybe barátom is, bevont engem a Csipa és a Kis Amerika nevezetű zenekarban, ami egy show jazz zenekar tulajdonképpen, és ott a kicsit ilyen populáris és jazz zenéket egybe szőve
éneklünk, csinálunk dalokat, és igazából nekem itt kezdődött így a jazzes karrierem, hogyha mondhatom ezt, és mindig ez a jazzparádé egy olyan alkalom, amikor úgy igazi jazz dalokat énekelhetek, úgyhogy ez egy ilyen különleges alkalom számomra. A neves előadók mellett az ózdi tehetségeknek is lehetőségük nyílt arra, hogy megmutathassák magukat a nagy közönségnek. Az Ómi Zenész Színház társulatának tagjai derekasan helytáltak úgymond a nagyok között, és a jazz műfajban is megcsillogtatták tehetségüket. Műfaj nem idegen számunkra, tehát azért, ha nem is ezzel foglalkozunk fő tevékenységként, de azért a tagjaink közül rengetegen vonzódnak ehhez a fajta stílushoz. És igen, ez az első alkalom, hogy élőben is megmérettethetjük magunkat ebben a stílusban. Neves színészek, énekesek, zenészek, mindenki itt van. Tehát mondhatni azért a jazzparádé, ez erről szól, hogy a jazznek a krémje az itt van, és mi nagyon örülünk annak, hogy mi ennek részese is lehetünk. Benkó Sándor szellemiségét az egész este folyamán érezni lehetett. A fellépők egy része személyesen is ismerte őt, így a vele kapcsolatos emlékeiket is megosztották a közönséggel. Ezek az oldott hangulatú sztorizgatások tették igazán meghitté az estét. Az est fellépői között volt Gájer Bálint is, a hazai swing and pub zenei stílus meghonosítója és vezéralakja, aki fiatal kora ellenére számos szakmai díjat tudhat magáénak. Yeah.
Gáspár Pált is láthattuk a színpadon, aki egykor szintén a Lucky Boys Dixieland Band alakító tagjaként kezdte zenei pályáját. Hangszere a banjo ismeretét és a benne rejlő lehetőségeket a legjobbaktól leshette el, és tagja volt a Benko Dixieland Bandnek is. Koncert során örökzölt jazzdallamok, hamisítatlan dixi zene és ezek populárisabb feldolgozásai is elhangzottak. Az est zárása pedig egy igazi örömfinálé volt. Hello, apu, nos, hello, apu, peace, rock and roll, yeah, puss. Emlékeznek? Néhány éve még ott az utánozhatatlan hangulatú Rombauer színpadon csendült fel a zene. Idén viszont ez az új helyszín a gyártörténeti emlékpark területe adott helyet a 7. Ózdi Jazz Parádé második napjának. Ennél ideálisabb helyszínt elképzelni sem lehetett. Nézzék csak! Egy hatalmas zöld gyep, gépszobrok társasága és egy csipetnyi gyáripari múlt iránti nosztalgia. Több nem is kell, s ha mindehhez még jó zene és pár ezer ember is társul, akkor minden adott a jó hangulathoz. Ezért is álmodták meg ide a szervezők a 7. Ózdi Jazz Parádét. Már a második évben, amikor a romszínpadon voltunk először, akkor láttam, hogy ezt nagyon szeretik az emberek, és nagyon örülök, hogy most itt tartunk. Kísérletező jelleggel indult az egész. Mondhatni, hogy azóta már bejáratott dologgá vált? Igen, most már szerintem összeállt egy olyan csapat, mind az OMI segítségével veletek, az Ózdi TV-vel, és nagyon sokan, akik segítenek nekünk, hogy tulajdonképpen felállt egy olyan tím, ami most már le tudja bonyolítani nagyon profin ezt a rendezvényt. Annyi a kicsit a nehézség, hogy most az elmúlt 3 évben máshol volt a szabadtéri helyszín, de mint látjátok, mindent meg tudunk oldani, és abban bízunk, hogy minél többen eljönnek Borsod megint ide hozzánk. Az új helyszín ideális választásnak bizonyult a rendezvény szempontjából. A nagy befogadó képességű terület a fesztiválra kilátogató nagy közönség tetszését is elnyerte. A családdal jöttünk Tombolnak elől. Hát nem voltunk még itt, ugye ez már a sokadik alkalom, harmadik, negyedik, nem tudom pontosan, hogy negyedik alkalom. Szeretjük a zenét és a jazzt is. A délutáni koncertek sorát a tradicionális jazzzenét játszó Bresson Brass zenekar nyitotta meg, akikhez a világ hírű svéd jazztrombitás Kalle Strandell is csatlakozott. Van nekünk egy állandó törzsvendégünk, aki Svédországban volt tolmács, egy hölgyről van szó, és egyszer ott volt a koncertünkön Fönpesten a hölgye, és elhozta vendégként a Kalle Strandellt is, meg a feleségét, az Évát, és akkor ott ismerkedtünk össze,
És akkor legközelebbre már meghívtam a következő fellépésünkre, és ennek már egy éve azóta velünk játszik, de teljesen új oldaláról mutatkozott meg, mert idáig még soha nem énekel, nem hallottuk énekelni. Ez a Just Friends című számot viszont ragyogan énekelte. Egyébként nagyon neves, világszínvonalon játszó trombitás, és odakint zenetanár, trombitatanár, big band játékos volt, de átköltöztek Magyarországra feleségével. Hát itt a nyugdíjból elég szépen gondolom meg tudnak élni, de szereti a magyar jazzt. Azt mondta, hogy ez kiemelkedően jó a magyar jazz, és akkor imád a magyarokkal együtt játszani. A Bresson Brass zenekart a több mint három évtizedes múlttal rendelkező Debrecen Dixieland Jazz Band követte a színpadon. A csapat a Dixieland örökzöldek mellett modern jazz alkotásokkal is szórakoztatta a közönséget. A Debrecen Dixieland Jazz Band szép múltra tekinthet vissza, hiszen 1984. novemberében alakultunk, ami hát idestóval több mint 33 év, talán 32-33 év körüli a zenekar életkora. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy igencsak nagykorúak vagyunk már, és azóta azt lehet mondani, hogy nagyon sok felé jártunk, bejártuk, hát a világot talán még nem, de Európát mindenképpen. Az Egyesült Államokban két alkalommal jártunk, nagyon sok fesztiválon vettünk részt. Ez a zenekar ez úgy indult annak idején, a Benko Dixieland is, a miénk is, hogy lelkes, úgymond idézőjelben amatőröknek a összefogásából, és ez a lelkesedés, ez a tényleg kezdettől fogva és évtizedekig fennálló lelkesedés az, ami azt hiszem a Benko Dixielandet is éltette, és bennünket is. Tehát ez mindig ez inspirál, tehát szeretjük a zenét és szeretjük a közönséget. És a közönség pedig, ha ezt visszaigazolja, és ez ugyancsak csak úgy Benkónál, mint nálunk, ez egy óriási töltést ad a zenekarnak. Nagyon komfortosan éreztem magam a színpadon, hát ezzel köszönhető volt egyrészt a csodálatos technikai feltételeknek, és hát természetesen kicsi, de lelkes közönség volt, és mi, ahogy István előttem elmondta, nagyon-nagyon jók azok a kölcsönhatások, amelyeket a közönség és a zenekar egymás között létre tud hozni, mert inspirál bennünket az, hogyha látunk csillogó szemeket, és itt bizony az a néhány ember, aki itt a színpad előtt a füvön itt piknikezett, megláttam a szemükbe ezt a boldogságot és a zene szeretetét, és ez ránk jó hatással volt. Ez egy nagyon-nagyon felkészült, komoly fesztivál, úgyhogy gratulálunk a rendezőknek, szervezőknek, meg egyáltalán gratulálunk azoknak, akik ezt a nagyszerű lehetőséget biztosítják a magyar Dixieland zenekaroknak. A parádé harmadik fellépője a fiatalokból álló Jambalaya együttes volt. Ők az eredeti New Orleans-i jazz muzsika népszerűsítői, zenéjük is annak hagyományából táplálkozik, az autentikus hangzásra törekedve. Először tavaly hallottam a jazz parádéról, és nagyon jókat, meg nagyon jókat láttam. És ezért került a látókörünkbe a fesztivál. Örülünk is nagyon, hogy itt lehetünk, és ezt most minden sallangduma nélkül mondom, mert most is New Orleans-i zene szól tőlük a legnagyobb mögöttünk a háttérbe, a legnagyobb valamikori New Orleans-i embertől, és azért örülünk különösen, mert be lehet mutatni ezzel. A New Orleans-i zene egy folyamatosan megújuló műfajú történet. Mi egy más irányt képviselünk, és
ez az alapja mindennek, és imádjuk az összes dolgot, ami New Orleans-i, úgyhogy ez a fesztivál, és ezt jól éreztük, akkor ezért került a látókörünkbe, a New Orleans-t különösen előnybe részesíti a Vegas mellett. Teljes szerelmes szívügyem, főleg mióta voltam is ott, úgyhogy imádom. A 7. Ózdi Jazz Parádé egy hatalmas jubileumi nagy koncerttel zárult. Hatalmas várakozás előzte meg a 20. születésnapját ünneplő Hooligans együttes fellépését. Zenéjükre több mint 2500 ember volt kíváncsi. Csipa és csapata fergeteges hangulatba hozták az ózdi közönséget. Fennállásuk elmúlt 2 évtizedének terméséből válogatva a legnépszerűbb dalaikat adták elő belevaló huligánok módjára. Az ózdi közönségről mi a véleményed, hiszen jártál már többször is itt? Általában hálásak. Hát kicsit olyan törőn borsodiak. Tudod, milyenek azok? Tudod, ilyen először figyelnek, tudod. Figyelnek. Hát úgy fel kell húzni őket, de hát én mindent megteszek magam részéről, többi rajtuk múlik, önökön múlik. És a Jazz Parádét, mint rendezvényt, ezt hogyan díjazod? Hát ez szerintem ez nagyon jó, nagyon jó, nagyon fantasztikusan jó találmány, találmány egyáltalán. Szerintem nagyon jó program itt, nem csak Ózd városának, hanem egész Borsod megyében, sőt a környékről érkezőknek is, mert ilyenről még úgy országszerte nem tudom, hogy lenne még egy ilyen Jazz Parádé. És itt meg itt a lehetőség, és én támogatom. Hát mit támogassak, hanem ezt. A csapat dobosa Andy jól ismeri Ózdot, hiszen katona idejét Hangonyon töltötte. Nem csak az emlékek, hanem az akkor szerzett barátok miatt is szívesen jár ide vissza, és aki ismeri őt, az tudja, hogy a kemény külső érző szívet takar. Hatalmas nagy buli. Hatalmasan jó, hogy ilyen igényes dolgot bevállaltak a Dancsok Tomi barátomék, meg a többiek, akik ebbe segítenek neki, Varga Tiborék például, és hát én meg nagyon köszönöm nekik, hogy mi ebben részesek lehetünk most már másodszor, mert 2013-ban voltunk itt, akkor a Isten nyugosztalja Benkó Sanyi bácsival és a Benkó Dixielanddel együtt léptünk föl, mármint úgy, hogy a Hooligans dalokat át variáltuk Dixielandbe, vagy ilyen jazzes formációval, és ez örök egy olyan élmény lesz, amit soha nem felejtünk el. Hogy a kép, hogy a mába, hogy a kép, 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 hogy a kép
Hát, így ért véget a 7. Ózdi Jazz Parádé. Aki ott volt, az láthatta, aki pedig nem volt ott, az ízelítőt kaphatott belőle, ha végignézte az elmúlt bőfél órát. A Jazz Parádé jó példája annak, hogyan lett egy ötletből, néhány lelkes embernek köszönhetően igazi sikertörténet. Ami a miénk, Ózdiaké.